Melegítenek a lányok, hamarosan kezdődik az első felkészülési mérkőzés. A Moson-Magyaróvári Kézilabda Klub ese csapata először játszik az új néven, az új kerettel. Én arra számítok, hogy azt a nagyon kevés taktikai elemet, amit gyakoroltunk, azt visszakapom, illetve hát én is kíváncsian várom, hogy egy-egy játékos mérkőzés helyzetben mit tud nyújtani. Az első felkészülési mérkőzésre Vácról érkezett a vendégcsapat. A meccs előtt még bizonytalanul, de már felhangzott a csatakiáltás. A mérkőzésen hol fejfej mellett haladtak a csapatok, hol a váciak húztak el 1-2, majd 3 góllal is, de a Moson-Magyaróvári lányok jól kihasználva az emberelőnyt felzárkóztak. Ebből ide lehúzódni a sarokba, és ebből meg lehet játszani. Ha ide lép a hárma, be lehet játszani. A vezetőedző tanácsai ellenére a félidőben ismét 2 gólos volt a különbség a Vácia vára. A második félidő elején még mindig sikerült a Vácnak megtartania a vezetést, a 39. percben aztán 17-16-nál átvette a vezetést a hazai csapat. A mérkőzés végén már 3 gólos előnyt is kovácsoltak 26-23-nál, míg a végeredmény 26-24 lett. Így az első, igaz felkészülési mérkőzést behúzta a Moson-Magyaróvár. Ez a 2 hét, ez még rövid időszak, mind a 2 csapat szinte ugyanolyan fázisban van, tehát olyan értelemben, hogy csapatot kell építeni, új embereket kell beépíteni, új emberekkel kell újat alkotni. Úgyhogy én azt gondolom, mind a 2 csapat idénnyelei formával és idénnyelei hibákkal tarkított mérkőzést játszott, amit a Móvár nyert. Az első mérkőzésükön vannak túl a Moson-Magyaróvári lányok a megújult csapattal. Néha egy kis összevisszaságot a taktikai játékokban, viszont nagy lelkesedést, és ez most elég volt a győzelemhez. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy több mint 10 új játékos érkezett különböző kézilabda kultúrából és közegből, ahhoz képest ez a játék a Vártnál lényegesen jobb volt. A 2 gólos győzelem magabiztosságot adott a lányoknak. Nagyon fiatal csapat vagyunk, nagy reményekkel, és hát elég jól sikerült az első edzőmeccs, mivel ugye nyertünk. Nagyon sok új játékosunk van, ráadásul még nehezíti, hogy nyelvi nehézségek is vannak, de nagyon jól kezd összeszokni a csapat. Ez az elején kicsit nehezén indult, már azért mégis tényleg új a csapat, mindenki próbálta a maximumot nyújtani, ez kicsit későn jött ki. Aztán a második fél időre szerintem jobban összeállt a védekezés, és nekem is könnyebb dolgom volt a kapuban. A második mérkőzésen már a vendégek diadalmaskodtak, 22-28 lett a végeredmény. A mai nap legjobb lövője Sandra Filipović szerb játékos volt.